A földeáki ősöktől származó Szundi Gizella festményeiből nyílt kiállítás a József Attila Városi Könyvtárban. Szülei és nagyszülei tanárok voltak, a család később Szegedre költözött, ő pedig Budapestre került. A műveibe, a génjeibe mindig is őrizte az alföldi tájnak, Makó és vidékének a hangulatát, érzéseit, és vissza is adta sokszor, hiszen amikor eljött az Alföldre, akkor itt is készített festményeket. Itt a kiállításon is lehet látni néhány makói utcát, makói tanyát, a földeken dolgozó embereket, tehát a szülőföld, mondjuk így, szeretete az végig kísérte egész életét. A festészet mellett akárcsak ősei tanárként tevékenykedett. Nyugdíjazásáig a budapesti Veres Pálné gimnáziumban tanított. Elvégezte a képzőművészeti főiskolát, utána pedig az egyetemi kémia tanári diplomát is megszerezte. Így az idő változásától függött, hogy melyik szakját tanította, művészettörténetet, rajzot, esztétikát, vagy a közismereti tárgyak közül a kémiát. Tanítványai nagyon sok országos tanulmányi versenyt nyertek kémiából, és még idős korában is vissza-vissza jártak a tanárnőhöz. A rajzokat, rajzolást, festést pedig mindig egész életében végezte, és a művei, amikor nem volt gyermeke, és így aztán a hagyatéka így került a Makói Múzeumba. Mi örültünk neki nagyon, ezért kiállításon mutatjuk be. Ez a kiállítás már több környező községbe megfordult, most örömmel mutatjuk be itt a Makói Könyvtárba is, hiszen változatos a tematika, akvarellek, ceruzarajzok, pasztelek, tájképek, a legkülönbözőbb féle témákról lehet látni itt alkotásokat, és mindenféleképp megnézése érdemes a makóiaknak. A festménykiállításon egy válogatás látható. Szundi Gizella sokkal több képet készített, de csak a legszebbek kerültek ki. A válogatásban még az is szempont, hogy ugye az eltelt lassan 60 év alatt nagyon sok kép meg is sérült, hiszen nem volt módja bekeretezve ezt a rengeteg alkotását őrizni. Tehát a legjobbak most fizikai értelemben is és esztétikai értelemben is azokból készítettük ezt a szép kiállítást. Arra nincs lehetőség, hogy állandó kiállításon mutassuk be a rajzait, de ez a válogatás, ez egy méltó keresztmetszetet ad a művészetéről. A kiállítás november 3-áig látható a Városi Könyvtár olvasó termében.